tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csakodd az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Streamcast. Az MD Media horrorfilmes podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az új horrorfilmes kibeszélő podcast műsorunk, a Screamcast első része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Napjainkban mélyebb kapcsolatot ápolunk az okostelefonunkkal, mint egykor édesanyánkkal vagy a kedvesünkkel. Apok követik az életünket és immár a halálunkat is. Mert mi történik akkor, ha egy applikáció azt is meg tudja mondani, mikor fogunk meghalni? Mai műsorunkban a Halálod apja című filmet fogjuk kitárgyalni, amelyben segítségemre lesz Farkas Katalin Mila. Szia Mila! Sziasztok! És Dankó Dániel Tibor. Szia Dani! Sziasztok! Kezdjük az elején, ti meg akarnátok-e tudni, hogy mennyi időnk van, mennyi időtök van hátra? Annyira tudtam, hogy ezzel fogjuk kezdeni. Sejtettem. Nem, semmiképpen nem szeretném tudni. Ezen sokat gondolkodtam már régebben is, én tuti, hogy nem nézném meg, ha nem muszáj. Én azt mondom, hogy most nem, de biztos lenne egy olyan pillanat, amikor azt mondom, hogy igen. Tehát, hogyha eljön egy olyan kor, így egy kicsit későbbiekben, akkor lehet, hogy már eljátszanék a gondolattal. Tehát ha idősebb lennél, ha már úgy éreznéd, hogy közeleg a vég, akkor szeretnéd jobban tudni, hogy még mennyi van hátra, de most, ahogy még fiatal vagy, most még ez oly távolinak tűnik, hogy inkább nem is gondolsz rá? A kérdés az jó az oly távoli kifejezés miatt, mert az oly távolit soha nem tudhatjuk sajnos. Ettől függetlenül pedig azt tudom mondani, hogy most még így nem foglalkoztat ennek a ténye, hogy bármi történhet. Később meg már... Na Mila, a te esetedben miért vagy ennyire ellene egy halálod apjának? Nem az apnak vagyok ellene, ne értsük félre. Inkább ennek a tudatnak, hogy mikor van az utolsó nap, utolsó óra. Engem ez a dolog fuszt rá. Nem tudom, hogy biztos, hogy ezzel csak én vagyok így vele. Tudom, hogy sokan szokták mondani, hogy jaj, de hát akkor még csinálhatsz bakancslistát, meg mindenféle dolgot elintézhetsz, amit el akartál addig, de... Nem tudom, engem ez nagyon letaglózna, ez az információ. Én jobb szeretek így tudattalanul. Ennek a dolognak a nem tudatában élni. De mondjuk, ha kiderül, hogy 67 éved van még hátra, mert az ember ilyenkor attól fél, hogy az derül ki, hogy két napja van hátra, vagy egy éve van hátra. Tehát egy ilyen nagyon behatárolható, vagy nagyon közeli, nagyon kézzelfogható. Nyilván, de most akkor onnantól folyton nézegetni fogom, hogy nem változik-e a számláló, meg akkor majd kiugrok, kipróbálok mindenféle olyan dolgot, hogy bungee jumpingolok, meg bármit kipróbálok, csak hogy vajon meghalok-e, tehát hogy vajon mi történne akkor, hogyha akkor annyira belevetném magam az életbe, hogy kb. Itt én belegyalogolnék egy fegyveres, nem tudom, bankrablás közepével, csak azért, mert még van 67 évem. Szóval meg hát ez a 67 év is ez olyan lenne, hogy azt mondja meg csak az ap, vagy ha ebben az esetben mondjuk neked azt mondaná meg az ap, hogy 67 éved van hátra, de azt mondjuk nem mondaná, hogy holnap el fog ütni egy autó, kómába esel, és a következő 67 évedet kómába töltöd egy kórházi ágyban. Tehát, hogy nem, szóval van egy ilyen kis kapu itt azért ebben. Pontosan ez az, tehát, hogy amúgy nem tudod, hogy pontosan mit jelent a vége. Ilyen szempontból. Appok, ilyen applikációk, ezek vannak a Facebookon is pár éve, nagy őrület volt, minden ismerősöm kiszámoltatta, hogy mikor fog meghalni, szóval nyilván ez a mai életünkben nem idegen, ez a melyik Destiny's Child tag lennéltől kezdve bármi hasonló elképzelhető. Szóval mondjuk lenne egy ilyen app, és ti letöltenétek brahiból, kíváncsiságból, hiszen ez súlytalan, senki nem gondolja, hogy letölt egy visszaszámláló appot, ami utána megöli, de mondjuk körvonalazódna nektek, számotokra, mint a
mai filmünk főhőseinek, hogy, hogy bizony itt van kockázat, és bizony ez nem csak egy kamu visszaszámláló app, hanem végül eljön értünk a kos, és megöl minket. Egy kicsit átvariálnám azt, amire gondolsz, mert ez olyan, hogy az eredeti kérdésed is az volt, hogy szeretnénk-e tudni, hogy mikor történik meg. Alapvetően mindig is tudjuk, hogy megtörténik, tehát innentől kezdve pedig van bennünk egy olyan dolog, hogy indirekt módon is bennünk van ennek a tudata, hogy bármi történhet. Pont ez az, amit az előbb mondtál, hogy kimegyünk az utcára, előtt az autó, stb. Tehát így innentől van kezdve az, hogy én még látok konkrétan egy homokórát visszafele pörögni, az meg átkanyarodik egy másik beszélgetésre, amit az imént felvetettél, mint téma, hogy mennyire befolyásolna az aktuális döntéseimet, hogy élnék-e szabadon a világba, vagy mondjuk még hedonistább lennék, vagy teszem azt, nem foglalkoznék az egésszel, és meg tudom tenni, hogy ne foglalkozzak vele. Itt behoztál egy fontos témát szerintem, ugye ez az élet rövidsége és az élet fontossága, hiszen a film azzal a koncepcióval játszik, hogy az emberek láthatják, hány évet élnek még, és ugye ezen a ponton merül fel a kérdés, hogyha előre láthatnánk az életünk végét, akkor vajon hogyan változtatnánk meg az életünk prioritásait és értékeit. Játszunk el a gondolattal, hogy akarva akaratlanul mindketten tisztában vagytok vele, hogy mennyi időtök van hátra. Hát én elég megfontolt ember vagyok, mármint, hogy én alapból nagyon előre tervezősen érem az életemet, meg úgy, hogy bizonyos dolgokban előre tervezek, más dolgokban meg nem feltétlenül. Bebiztosítok magamnak egy csomó mindent, és ezt szerintem akkor is így csinálnám. Mármint, hogy ha tudom, hogy 5-10 év van, akkor nyilván elrendeznék dolgokat, de nem hiszem, hogy másképp élném az életemet, mint most. Tehát, hogy nem kezdenék el ilyen hihetetlen nagy világkörüli túrára indulni, meg pedig amúgy tök jó lenne, de ettől még nem fog rám szakadni semmelyik bank, bármennyire is szeretném. De szerintem azért ez lelkileg hat az emberre már csak azért abszolút is, mert ilyen apróságokkal kapcsolatban előjöhet az, hogy mondjuk terveznek egy filmet, vagy egy új franchise-t, az mondjuk készen lesz 5 év múlva, vagy mondjuk nem tudom, a rák ellenszere, vagy jó lenne megélni, amikor ember lép a Marsra, és akkor vannak ilyen távolabbi időpontok az emberiség szempontjából, amiket tudjuk, mit tudom én, Mars kolónia lesz 2085-re, most csak mondtam valamit, ezt így kitűzni az emberiség, és akkor nyilván látnám, hogy ez már, jó, most ez egy olyan dátum, amit már most látok, hogy nem élek meg, de szóval, hogy akkor az úgy van, hogy jaj, hát esélyem sincsen rá. Tehát egyébként akár élhetnék is, de úgy, szóval szerintem az elfogadás szempontjából egy kicsit más honnan fúj a szél ebben az esetben. Persze, ezt aláírom egyébként. Lehet, hogy ha ennyire szűk lenne a határidő, akkor akár nemesebb dolgokat is tennék, hogyha úgy érezném, hogy túl rövid az idő, hogy mondjuk ne használjam ezt ki. De hozzá kell tennem, hogy a teljes napfogyatkozást 2081-ben én meg szeretném nézni, tehát, hogy ez már el van tervezve, beiraltam a Facebookon, hogy ott leszek, szóval ezt most már nem lehet visszamondani. Úgyhogy sokkal, sokkal másabb az ember életfelfogása onnantól, hogy pontosan tudja, hogy mennyi ideje van hátra. Hát sokkal értékesebbé válik minden esetleg. Szebbnek tűnnek a dolgok. Egész máshogy kell fel a nap, minden dolgot, apróságokat is tudsz nagyra értékelni, az esőt, a napfényt, olyan dolgokat, ami tényleg egy olyan embernek lesz fontos, aki tudja, hogy talán ezeket utoljára látja. Miben változtat? Tudjuk, hogy mi fele megyünk. Nem kérdés, hogy mindannyian meghalunk, előbb vagy utóbb, de ez egyértelmű. Az embereknek kell egy határidő szerintem, tehát hogy én azt gondolom, hogy az embereknek ez nagyon fontos, hogy olyan, mint amikor készülsz egy vizsgára. Nem fogsz elkészülni egy évvel előtte, vagy egy fél évvel előtte. Tudod, hogy aznap lesz, akkor előtte való egy pár napban elkezdesz készülni, de úgy tudod, hogy egyszer eljön az a vizsga, de attól még nem stresszelsz ennyire rá egy évvel ezelőtt. Kitaláltam egy tök jó horrorfilm címet, amit megcsinálhatunk, a halál vizsgája. Na, ez már bejön. Hamarosan a mozikban. Én ott lennék, adom. Na, Dani, te hogy vélekedsz mindenről? Hát, ha szorosan a kérdésnél maradunk, akkor, hogyha mondjuk tudnám azt, hogy 10 év van hátra, vagy teszem azt 5, akkor nagy valószínűséggel szerintem ilyen hullámokban
reagálnám ezt le. A hullámokat úgy értem mondjuk, hogy amikor először megjön ez az információ, akkor lehetséges, hogy tartanék egy kisebb fesztivált, amikor egy hétig gyakorlatilag így az összes koncerten mindenhol ott lennék, és így jól érezném magamat. A másik verzió pedig igen, tehát én is folytatnám azt, amit itt csináltam, ettől függetlenül pedig ha vannak olyan tervek, amik reálisak és elérhetőek, teszem azt mondjuk elmenni a Kilimandzsáróra és megnézni azt addig, ameddig lehetséges, akkor valószínűleg úgy priorizálnám a dolgokat, hogy mi ne. Tehát így hagy szóljon. A Family Guy-nak van egy olyan ilyen korai része, amikor a halál becsípődik a hátában egy ideg, és ezért a Peteréknél dekkol, és így a Peter rájön, hogy hát bármit tehet, mert hogy nem halhat meg, hiszen nem jöhet érte a halál. Igen. Hasonlóra céloztál Mila a műsor elején, és akkor azért föl is merül az, a sors meg a szabad akarat kérdése ebben a tekintetben, mert hogy ugye a karakterek számára is, ahogy számunkra is felmerül a kérdés, hogy életünk előre látható, vagy van lehetőségünk változtatni-e a sorsunkon. Úgyhogy ebben a kontextusban beszélgessünk szerintem egy kicsit a szabad akarat és a végzet kapcsolatáról. Ugye hasonló film, ami ezzel foglalkozik, az ugye a Végső állomás filmek. Igen. Ami ugyan teljesen máshogy, de ugyanezt a témát járja körül. El lehet-e menekülni a halál elől? Ugye a mi hőseink is megpróbálják ezt az appot manipulálni egy ilyen kis tech guru segítségével, hogy ugye hát mint minden program, ez is átírható, feltörhető és átírható, így akár hozzá lehet adni 300 évet, és akkor 300 évig nem halunk meg. De hát bizony, igen, van egy érdekes aspektusa is ennek a dolognak, méghozzá a felhasználói szerződés, amiről mindenképpen szeretnék még beszélni, de ezt megelőzőleg, szóval hogy ez a manipulációval, vagy a szabad akaratról, tehát akkor ezt hogy képzeljük el? Tényleg az van, hogyha ez az app kiír nekünk a film valóságában 67 évet, akkor nekünk van hátra 67 évünk, és bármit csinálunk, nem halunk meg. Na hát ez az. Erre nem tértek ki. Egyébként annyi lehetőség lett volna még ebben a filmben, már csak a szabályrendszer miatt, ugye ezek miatt, a feltételek miatt, amiket szabtak. Hát látszik, hogy folyamatosan próbálják keresztülhúzni a számításait, és folyamatos szerződés szegés a vége annak, hogyha nem mész el egy temetésre, vagy nem ugrasz fel a vonatra, hogy hazamenjél, vagy nem ülsz be egy kocsiba egy részeg ember mellé, hogy ő vezessen. Tehát nincs szabad akarat, hanem... Tehát nincs. Hanem nem az előre megírt forgatókönyv szerint viselkedsz, ahogy, igen, a sors alapból default kiosztja, akkor innentől kezdve megszeged a felhasználási feltételeket? Igen, a kérdés az, hogyha mondjuk szándékosan neki megyek egy kamionnak, akkor mi történik? Tehát, hogy akkor a halálap erre mit mond, vagy a démonok erre mit mondanak? Szerintem akkor nem lehet az, hogy megakadályozzák valahogy, hiszen akkor az ugyanúgy egy szerződésszegés. Ha te nem mész el, igen, valahova, ahol te meghalnál, teszem azt, az app szerint, uh-huh, akkor ugyanez visszafele is gondolom, hogy így működne, nem? Hogy akkor, ha én most akarom magam megölni, és most ugrok le egy 10 emeletes házról, vagy egy, nem tudom, felhőkarcolóról, a MOL toronyról, a nemzeti fallosz jelképünkről a Dunaparton, akkor bizony közbelép a halál, és nem engedi. Olyan, mint a fénysebesség. Minél közelebb vagyunk a fénysebességhez, a természet annál jobban lassít le mindent, hogy nehogy el tud érni a fénysebességet. Pontosan. Legalábbis egyes kutatók szerint. Hát szerintem ez lenne a minimum egyébként, hogy akkor ők megvédenek mindentől is. De én úgy vettem ki, hogy van valami ilyen kiskapu is, ugye, hogy azt akarták elérni, hogy valaki más halljon meg előbb. Ami ugye nem történhet meg szintén, tehát hogy az nem tudom, hol szerződés szegés, hogy megölnek. Nem, a férfi letöltötte az appot, most eszembe jutott, letöltötte. Igen, tehát hogy akkor megölsz valakit, vagy meghal valaki, gyakorlatilag helyetted, akkor az miért egyenértékű szabály szerint? Igen, a Végső állomás sorozatban is próbálták átugratni a halált, igen, és hát az nem sült el jól. Dani? Nem, csak ugye, igen, hogyha a film történetiségét veszük, egy picit előre szaladtunk, de ez lényegtelen. Nekem az a rész teljesen értelmetlen volt a filmet nézve. Mert hogy a szabályzat, vagy így maga az, hogy meg akarta kölni valakit? Nem, amikor úgy volt értelme,
bizonyos szempontból, mert föl volt építve úgy ez a karakter, hogy negatív legyen, tehát akit meg akartak ölni, tehát ennyiben volt értelme annak, hogy őt akarják, de ettől függetlenül meg úgy ott volt a csaj teljes extázisban, azt se tudta, hogy merre van arccal, és akkor kitalálja ezt az ötletet. Tehát úgy nekem az fura volt. Hogy én azt nem tudom, hogy ez miért lenne megoldás. Tehát, hogy én azt nem értettem, hogy ez a szabály ez hogy működhetne így egyáltalán, hogy valakit helyettesítünk valakivel. Föl se volt vezetve, és ad hoc úgy gondolta. Ettől függetlenül meg a szabályszegésnek az a módja, hogy mondjuk előre akart szaladni a saját halálához, azt viszont meg már úgy kezelték, hogy nem kéne. Mert erre voltak ugye... Mert kipróbálkozott előbb meghalni, várjál, most gondolkodom. A legvégén, amikor megpróbálja túladagolni magát. Csali. Hát az is egy ilyen kiváltás akart lenni, nem? Mert a húgát akarta menteni, tehát hogy ez egy kiváltás volt, de nem történt semmi. Mármint, hogy meghalt és kész, a csaj meg így megmenekült. Igen, és itt jön egy olyan rész, hogyha a filmet nézzük, akkor meg értelmetlenné válik az, hogy ott van egy adott karakter, aki igazából a film alapján ez nem a halál, hanem csak egy entitás, ami igazából egy átok, egy démon, aki megpróbál fejeket szerezni. Igen, az nem derül ki, hogy ő kicsoda, tehát hogy az sem derül ki, hogy ő írte a appot, vagy nem. Tehát hogy még ezt sem tudjuk meg, hogy most ennek miközben ő csak egy ilyen kaszás, aki odajön, aztán mindenkinek elkapkodja a lelkét, mert megszegte a szerződést, vagy tényleg hozzá is köthető az app? Szerintem ez egy kicsit ilyen Annabelle jelenség, mert ez szerintem ugye a logója is ez a kos, ha én ezt jól értelmezem. Ugye ez például a Démonok között franchise-ban is előjön, egy ilyen a horrorfilmek népszerű, kicsit másodvonalbeli fő gonosz entitása ez a kos, és én úgy értelmezem, hogy tulajdonképpen ez inkább úgy képzelem el, mintha valakik írtak volna egy appot, ami ezt csinálta volna, és erre ráakaszkodott volna ez a inhumánus lény. Szóval te szerinted az történt, hogy emberek írták az appot, és akkor igazából... Hát természetesen ez egy app, ami elérhető, nem tudom, a Play Store-ban, tehát hogy... Igen. Szerintem nem hiszem, hogy ilyen mágiával hogy ott hirtelen magic megjelenik a felhőben, igen, szóval, hogy... Én azt gondoltam egyébként, hogy ezt nem emberek írták, de most így belegondoltam, mi van, ha egy Emmy írta. Akkor az egy nagyon sok adattal rendelkező Emmy, mert amikor meghekkelik az appot, akkor ott szinte mindenki benne van. Illetve egy drive-od elfér. Erről beszéljünk pár szót, mert a kedves hallgatóknak ugye akkor elárulhatom, hogy te infós vagy, kedves Dani, és beszéljünk már arról, hogy nyilván némileg álnaív is lesz a kérdés, de ugye, ahogy te is mondtad, meghekkelik egy ilyen telefonbódba, és onnan és látják a kódban azokat a, nem tudom, neveket, e-mail címeket, neveket, akik letöltötték ezt az appot, ez bármilyen módon amúgy lehetséges-e, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk, értem, hogy ezek bitekről van szó, de hogy nem lenne túl nagy az app egy idő után? Tehát mondjuk, ha egy nagyon népszerű applikációra lenne szó, akkor ez a sok adata, hogy ugye a követ, mint egy ilyen lánclevél, a következőben belekerül, vagy akár visszamenőleg az összesbe, nem tudom, frissítés által, most már nem nagyon merek frissíteni a telefonomon, de hogy, szóval, hogy ez így hogy van? Ez így hogy van? Igen, most mondjuk az jutott eszembe, hogyha ez rendelkezik olyan mennyiségű adattal, ami a világ összes lakójára vonatkozik, és abban van egy folyamatos visszaszámláló, ami számolja az ő életciklusukat, akkor ez olyan, hogy elkezdem letölteni az alkalmazást, aztán úgy, mire meghalok, addigra lejön. Soha nem tudom letölteni. Igen. De... ha az alkalmazás felépítésénél maradunk, önmagában szerintem egy igen nagy poén, hogy belekódolnak egy bazi hosszú latin átkot. Tehát így, amit utána meg elvisznek egy technopaphoz, aki teljesen rápörög. Technopap, egy kicsit ízlelgessük ezt, hogy technopap egyébként csodálatos. Lehet, hogy az app készítői amúgy nem csak, hogy ez az inhumánus lény ráakaszkodott erre az appra, hanem ugye ők meg is akarták idézni ezt az appot. Ez egy modern démon idézés tulajdonképpen, nem? Tehát is az idézés aktusa az alkalmazás telepítése és a szerződés elfogadása.
illetve hát a szép szóval élve a használattal való beleegyezés a szerződésben. Hát ez se tűnik túl bonyolultabbnak, mint beállni a fürdőszobai tükör elé, elmondani háromszor, hogy Bloody Mary, fölkapcsolni a villanyt, és meglátjuk őt, szóval menjünk akkor egy kicsit tovább, és akkor maradjunk itt a humornál, meg a poénnál, mert azért ez egy horror vígjáték, vagy egy thriller vígjáték, azért nem egy komoly film, nem egy démonok között, vagy egy Omen, úgyhogy mindenképpen lehet rajta röhögni. Ti a vígjáték részével hogy álltok? Mennyire tetszett? Hát én nem röhögtem végig, hogy úgy mondjam azért. Jó, nem egy szitkom, oké. Igen, nem egy szitkom, inkább fogtam a fejemet, hogy Szent Jézus, mit műveltek itt. Egyébként én a papot nagyon élveztem, tehát hogy egy irtozatosan vicces volt, amit mivel lehet, hogy kicsit túltolta amúgy a színész, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy elemében van, amikor ezt forgatták, vagy nem tudom mit evett, ivott, szívott előtte, hogy ezt így teljesen felpörgesse magát, de nagyon vicces egy pap, aki tele van tetoválva, és így rá van kattanva a démonokra, meg minden. Akár Jack Black is játszhatta volna, szerintem. Igen, egyébként én rászámítottam. Amúgy szerintem talán a magyar hangja az volt, akinek szokott lenni. Igen, Károly Molnár Péter szinkronizálta, igen. Igen, tehát, hogy én simán őt vártam volna. Neki tökéletes lett volna ez a szerep, de ez a színész is nagyon jól játszotta. A többi inkább fogtam fejlődni, nekem nagyon sok kínos pillanat volt benne. Nem, a kínosakra térjünk vissza először, így a humorról beszéljünk. Ja, amúgy igen. Akarom mondani, hogy Dani, neked nagyon nehéz dolgod lesz ebben a műsorban az érvényesüléssel, mert nagyon halkszavú vagy, és kivárod, hogy mi befejezzük, de ez szólok, ez egy nem jó taktika, jó, mert mi igyekszem. Nagyon sokat tudunk beszélni, úgyhogy nyugodtan vágjál közben. A karaktereket tekintve egyébként a pap mellett szerintem azért az IT is. Tehát a telefonboltos karakter volt még úgy ott. Zseniális volt. Humorfaktornak számomra ők ketten így vitték a prímet, kb. Mint a Simpson családból, így a képregényes figura. Igen, egyébként zseniális volt. Eladónak is, meg ezzel a teljesen sztoikus nyugalommal kezelte a legnagyobb idiót a kéréseket. Ez elképesztő volt amúgy. Biztos vagyok benne, hogy volt alapja a karakternek is, de ő meg egy stand-up comedy is, tehát hogy egy podcaster is, egy stand-up comedy is a színész. Na jó, de az egyébként egy ilyen nagyon gagyi jelenet volt, szóval, hogy akkor adok egy másik telefont, akkor klónozom a szimet, akkor most átmásolom, nyomogatom a gombokat, szóval, hogy azért ez baromira nem így néz ki, nagyon jó. Ez olyan, mint a CSI helyszínelők, hogy ott is nagyon menőn van egy DNS vizsgálat megcsinálva, csak hát valójában halálunalmas. Hát meg nem annyi ideig tart, meg stb. Tehát hogy nem ilyen egyszerű, és nem is ilyen izgalmas, tehát hogy nyilván egy krimi is sokkal vonthatóbb lenne, ha valósághű maradna. De igen, ez is humorra kellett venni, teljesen azt a jelenetet nem lehetett komolyan venni, mert különben így kifordulsz a boltból te is. Na jó, bekapcsolom, még kinyomom a gépet. Én még csak a humorfaktoron gondolkozom, hogy igazából a kínos pillanat az tény és való nem kevés, viszont számomra nekem már néha az volt a vicces, amikor így indokolatlanul történtek dolgok. Hát az indokolatlanság alatt azt értem, hogy a film úgy indul, hogy az említett sofőr, aki mellébe nem ül be a barátnője, és utána megtörténik a baleset, amiben meg kellett volna halnia, azt követően a lány ugye meghal, ő kitalálja, hogy letölti mégis az alkalmazást. És így nekem ez így ilyen, fogtam a fejemet, és egy kicsit így azért volt vicces, hogy ha tudom azt, hogy ez valós, és megtörténik, és ez történt a barátnőmmel, akkor én miért vagyok olyan hülye, hogy ezt az alkalmazást letöltsem, és akkor úgy várjam. Tehát úgy ez a fajta logikátlanság volt egy kicsit ilyen. Azt mondják neked a barátaid, hogy itt van egy videókazetta, és nézd meg, nagyon ijesztő lesz, de olyan vicces, és utána képzeld el, csörögni fog a telefonod, és azt mondja valaki, hogy 2 nap múlva, meg ha ezt komolyan veszed? Mármint értem a fenntartásodat ezzel kapcsolatban, de hogyha egy kicsit ezeknek a filmeknek a valóságában helyezzük magunkat, akkor könnyű a képernyő előtt üvöltözni, hogy ne fölfele fussál, szőke, hanem de a maga a film valóságában miért kéne, ugyanúgy, hát ez is egy tét nélkül, egy app, hát naponta töltünk le, mondd meg, hogy nem tudom, a macskám hány éves, tehát vannak ilyen mindenféle, tényleg elképesztően haszontalan appok.
a tétnélküliség az valid, tehát így az azt aláírom, mert ugye a film is hoz rá példát. A kérdésedre válaszolva, igen, én is röhögnék azon, hogyha felhívnának. A karakternél én nekem csak az volt a fura, hogy ő viszont látszott rajta, hogy ő komolyan vette. És úgy itt jött be ez a diszonáns történet, hogy most... Jó, akkor várjál, az ördög ügyvédjeként, akkor okay. hagy kötekedjek ezzel még. Mondjuk neked azt mondja a párod, hogy hát én nem csak, hogy poltergeist él velem az otthonomban, hanem ez egy démon, és meg akar szállni, és nem tudom, mit tegyek, segíts. És te ezt el is hiszed, látsz rá bizonyítékot, tehát nem vagy szkeptikus az ügyben. És te, mint a nagy erős férfi, odamész, és meg akarod menteni a démontól a kedvesedet. Szóval, hogy mondjam, ez egy kicsit olyan dolog, hogy nyilván nem fogod tudni megmenteni, tehát téged is kinyír, mint a Paranormal Activity-ben. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy de szerintem amúgy, ha ez így nézzük a valóságot, akkor szerintem az egy teljesen életszerű dolog, hogy erre azt mondod, meg erre azt mondjuk, hogy na, menjünk majd, én elbánok vele, hát nincs itt izé, hát izé. És közben meg nem tudsz elbánni vele. Ugyanez, hogy meghalt a barátnőm, mert letöltötte az appot, de hát nehogy majd én is meghalljak, hát én most végére megyek ennek a dolognak. Nem? Hogy nem egy kicsit ilyen? Párhuzamot tekintve mondhatjuk, igen, hogy akkor a srác motivációja igazából az volt, hogy Dafke bizonyítsa azt, hogy most ő rá ez nem fasz valós, vagy maximum közelebb lesz egyfajta igazsághoz, csak úgy... Nem tudom, nehéz. Szerintem tök valit, hogy valaki kíváncsi egyébként ilyenkor. Mármint, hogy ilyenkor teljesen sokban vagy. Egyrészt majdnem meghaltál a... párod, aki egyébként jelezte, hogy amúgy részegen nem kéne vezetni, az tényleg meghalt volna melletted az ülésben, és ezt totálisan látod, aztán megtudod, hogy tényleg meghalt. Hát szerintem nincs az az ember, aki ne lenne annyira kíváncsi, hogy utána járjon, hogy ez így mi a tök. Meg ez olyan, mint hogy ne nyomd meg a gombot. Tehát, hogy akkor megnyomjuk. Ezt itt? Miért? És már nyomod is. Tehát, hogy miért? Na jó, kellemetlen szituk, menjünk ebbe bele, kellemetlen jelenetek, kérlek prezentáljátok számotokra legkellemetlenebb jeleneteket, így a műsor hátralévő részében már elfogynak a kérdéseim, nem viccelek. Akartam mondani egyébként, nem túl sok ilyen extrém vicces jelenet van a bolton, meg a papon kívül szerintem, ami így tényleg röhöghetett az ember. A kínos jelenetek szerintem abszolút a Doki az egyik legkínosabb karakter az egészben. Akit egyébként én belesetettem volna. Abszolút indokolatlannak tartottam az egész szálat, onnantól kezdve, hogy már az első pillanattól kezdve tudod, hogy ő zaklatni fogja a csajt, hogy ő lesz majd az áldozat a végén. Tehát, hogy így ez nekem már abban a pillanatban így körülrajzódott, azon tökre meglepődtem, hogy végül amúgy nem ölik meg. De amúgy adom, hogy becsukták. Tehát ez teljesen jó büntetés volt neki, lesz éppen azt a nem is tudom, 67 évet, ami hátra volt az életéből. Mert kb. Annyi volt, annyit mondott neki az apu, úgyhogy össze lehet, hogy börtönben tölti. De igen, tehát hogy ez szerintem rettenetesen kínos volt, ez nekem nagyon fájt. Doki volt ugye az, ahogy említettem, hogy a végén kapott egyedül értelmet azzal maga az egész karakternek a jelenléte, hogy a főszereplőnünk őt akarta megölni. Igen, de amúgy ezer más megoldás lehetett volna erre a problémára, és nem kellett volna még ezt a engem is zaklat egy férfi jelenetet beletenni. Egyszerre túl sok mindent akartak, és keveset fogtak vele. Akartak egy appot csinálni, ami köré épülhet ez az egész, hiszen ez a legmenőbb dolog, ami most van a világon, hogy applikációkkal éljük az életünket. Nem akartuk elfelejteni, hogy vannak papok, akik tudnak baromi ügyesen ördögűzni, és mindenképpen kellett egy templomi szál, egy keresztény szál ennek az egésznek, mert hát civil halandók egy felszentelt pap nélkül hogy is oldhatnák meg ezt a problémát ugyan, tessék, megoldották egyébként, valamennyire. És akkor ott volt mellette még ez a férfi szintén meg a kórházos szakasz, ami arról szól, hogy ő van és nagyon szeretné ezt a csajt megszerezni. Tehát, hogy ez a három dolog együtt, ja, és akkor még ott volt a társa, a legjobb haverja mondhatni ilyen szempontból a csajnak. Onnantól kezdve, hogy rájöttek, hogy mind a ketten ugyanannyi idővel rendelkeznek, tehát hogy túl sok szálon futott egyszerre a sztori, ja, és a család. És arról nem beszélve egyébként, nagyon érdekes volt, nem tudom, észrevettétek-e, mindenkinek meghalt valaki-e, aki letöltötte ezt az appot, és csak pár órája volt, vagy napja volt hátra. Tehát, hogy ez feltűnt?
Igen, de én egyébként szerettem, hogy behoztak így szereplőket, mert nekem az ilyen filmekkel mindig az a problémám, főleg ha ezek ilyen fiatalokat célzó, fiatalokat szerepeltető, új hullámos ilyen sci-fi-es, vagy horrorok és thrillerek, vagy misztikus filmek, hogy mindig úgy érzem, hogy a karakterek túlságosan egyedül vannak. Egyedül vannak a faház közepén, csak négyen vannak, elkezd mindig megőrülni. Egyedül Igen. vannak itt, egyedül vannak ott. És nem nagyon találkoznak ezek a filmek a valósággal itt, viszont ugye ezáltal találkozunk és olyanokkal, akik hisznek nekik. Igen, és ez tök jó volt. Igen, és ez szerintem könnyedebbé is teszi a filmet, könnyebben befogadhatóvá is teszi a filmet, és nyilván sokat segít abban, hogy hát ugye szitkom nem is, de hogy azért egy ilyen horror vígjáték, vagy egy ilyen Igen. könnyedebb horror dramedy kerekedjen azért a történetből. Mondom, én inkább az orvos dobtam volna ki ebből a sztoriból teljesen, a papot meghagytam volna simán, meg az applikációs jelenetet is már, mint hogy ennél Mária viccesebb. Mária, Dani, nem ért egyet. Én most csak így azon tekergettem egy eszememet, hogy mire tök jól elmondtad, hogy mikkel próbál dolgozni a film, tehát milyen témákkal, ötletekkel, viszont pont ez az, hogy most nem tudom mennyi volt, 1 óra 15 perc körülbelül a játék ideje a filmnek, és úgy felépítésre sem vezet rendesen a film, hanem csak úgy szimplán történnek benne a dolgok. Egyszer csak így van egy olyan rész, amikor a végső állomás, amikor arra tudsz asszociálni, utána jön akkor egy ördögűző vonal, utána bejön a MeToo kampány általi zaklatás a munkahelyen, akkor a munkahelyi zaklatásnak a rossz kezelése, a film elején kapásból bedobnak egy pontosan egy fiataloknak szánt témát, ha jól emlékszem, a vegánizmussal. Tehát igazából olyan, mintha a rendező fogja, és ebbe a minimális játékidőbe egy egyébként általa 4,5 percben barom jól megvalósított rövid filmben csinál, ne haragudjatok, de szerintem egy szart. Egy 1 óra 15 perces számomra próbáltam benne tényleg jó sokat dolgot keresni, de úgy én nem tudtam élvezni, mert nekem nagyon-nagyon logikátlan volt az egész film. Arra gondolsz, hogy alapban volt egy jó történet, ami kb. Egyébként 4,5 perci történet, és semmi más nem csináltak, mint hogy egy 90 perces filmét duzzasztották? Hát a rendezőnek megnézitek az előzményeit, ez gyakorlatilag egy 4,5 perces rövid filmjéből lett megcsinálva. Nem tudom, hogy azt láttátok-e, én azt megnéztem igazából ebédszünetben, így munka közben, mert mondom, tökéletes rá, és annak úgy olyan volt a dramaturgiája, hogy gyakorlatilag egy pár lefekvés előtt beszélget az ágyban, ami gyakorlatilag arról szól, hogy akkor fogat mosnak, mi fog történni holnap, stb., és akkor ugye a csaj letölti az alkalmazást, és nem hagyja békén. És az úgy olyan szinten feszes volt, és mint egy jó novella, ami kimondatlan kérdésekkel, vagy mondatokkal dolgozik, hogy lekötött, és tudtam rá figyelni itt meg, pont abból, hogy olyan szintre duzzasztotta a dolgot, és annyi mindent akart, hogy nagyon keveset valósított meg. Tehát a sors témája nem volt rendesen kidolgozva, a karakterek szerintem full random jelennek meg, lásd a főszereplőnünknek a párját, tehát úgy, aki ott úgy megjelenik, az egyszer csak így ott terem a parkolóba. Mondjuk lehet azt mondani, hogy a sorsszerűségnek a véletlenje az, amit így ki akart figurázni, csak úgy nem láttam azt, hogy most itt így mi a fókusz, hogy miről akar szólni a film. Tehát teszem azt a csajnak a édesanyja halt meg a filmben, ha jól emlékszem. Igen, annak a halálát akarja feldolgozni, vagy bemutatni azt, hogy a hétköznapi emberhez milyen közel áll a halál. Tehát úgy, tehát egy kicsit ilyen nem volt rajta fogás, vagy nem volt kidolgozva a téma. Boldog halál napotban is, ott is egy édesanyja haláláról van. Szóval tényleg ez a két film nagyon egyforma. Néha gondolkodnom is kell, amikor így most így beszélgetünk róla, hogy az melyik filmben is volt biztosan, hogy jól emlékszem. Na jó, a felépítéséről beszéljünk még akkor egy kicsit, meg úgy a filmről. Van esetleg olyan gondolatotok, amit ti máshogy valósítottatok volna meg a filmben, illetve
itt most Dani is elmondott több olyan példát, amiről a sorszerűségről kezdve, amivel nem foglalkozik a film, vagy nem fejti ki, vagy csak belekostol, kicsit belemártja a lábát, de szaladt tovább a homokban, szóval olyan dolgok, amiket egyrészt hiányoltok, másrészt akár van konkrét ötletetek, hogy esetleg melyik részeket lehetett volna jobban kifejteni, vagy jobban megcsinálni a filmben, ami hasznára vált volna a 90 percnyi szórakozásunknak. Nekem számtalan ötletem volt egyébként, és nem fogom most mindent felsorolni, de rögtön az elején egyébként, mikor elkezdődött a film, és ugye elég hamar kiderült, hogy végül is itt ki lesz a gyilkos, meg aki kergeti gyakorlatilag az applikációt letöltőknek és a szerződést megszegőket, én abban reménykedtem egyébként, hogy emberek fognak itt végül is a háttérben meghúzódni. Én nagyon szerettem volna, hogy az történjen, hogy végül is megírták ezt az appot, és ez a fenyegető szituáció valójában teljesen átlagos emberek adják, nem pedig valami extrém. Mila, ez hogy lehet, amikor te is az ilyen misztikus horrorokat szereted? Tehát az nem lett volna egy ilyen illúzió romboló, valójában, tehát én akkor kapcsolom ki a horrorfilmet, ha kiderül, hogy ott valódi emberek, igen, késekkel, meg ilyen mindenféle nyavajákkal, nem egy inhumánus lény, vagy egy szellem, tehát hogy lehet, hogy ez inkább pozitívan hatott volna rá, de szerintem tök érdekes. Nagyon furcsa, igen. Egyébként ezekkel sincs semmilyen problémám. Nyilván nagyon-nagyon érdekes, amikor emberek egymás között hogyan reagálnak dolgokra, vagy hogyan viselkednek, vagy például ez, hogyha mondjuk tényleg valaki írna egy applikációt, és arra használná föl, hogy utána tetszés szerint ölhessen meg bárkit. Ez engem nagyon foglalkoztatott volna abban a helyzetben, de egyébként én úgy szerettem, ugye? Tehát, hogy azért erről lehetne még beszélni, meg ebből egy tök jó filmet lehetett volna csinálni, vagy akár könyvet is lehetne belőle írni, de hogy az, hogy megjelenjen egy démon, nem, én ezt nem kötöttem volna egy applikációhoz. Még egy Emmy-t is szívesebben láttam volna főgonosznak a háttérben, pedig már arról is millió verzió született. De a démonok azok emberekhez szoktak kötődni. Igen, itt meg egy apphoz kötődik igazából, ha meg belegondolsz, és szerintem abszolút nem nincs szükségük arra a térre, hogy ők használják az internetet. Értem, hogy akart összekapcsolódni ez a 21. századi applikációs világ ezzel a nagyon retro, és ugye amikor ezzel a nagyon-nagyon régi dologgal, hogy a démonok ugye ott vannak, hiszen a pap elő is rángatja az összes olyan könyvet, amiben szerepelnek, és hú, ilyen már történt 500 évvel ezelőtt, de nekem ez kicsit olyan szokatlan megoldás volt. Én nekem ez annyira nem tetszett. Igazából, amit mondasz arról, egy olyan dolog itt eszembe, hogy szellem a palackban. Tehát igazából most egy inhumánus lényé alakítottunk át igazából egy gonosz Emmit, akire azt mondhatjuk, hogy akkor elkezd egy álmok futásba, és úgy, ha jól emlékszem, a sztorinak az volt az átok lényege, hogy ha az adott időpontig, amit a démon kijelöl, hogy meg fognak halni, ő addig utána elkezdi őket nyomasztani, meg zaklatni. És igazából az online bullying is effektíve erről szól, hogy... Igaz. Hogyha azt veszük, ez is egyfajta allegóriája ennek a inhumánus lénynek, hogy gyakorlatilag ott vagy egy online térbe ki vagy szolgáltatva, és gyakorlatilag ez is előfordulhat. Ebben igazat adok, ezt nem vettem figyelembe, hogy igen, van egy olyan szituáció, amiben egy lányról készül, ő maga készít egy videófelvételt, amiben elmagyarázza az egész lényegét, hogy ez a démon gyakorlatilag üldözi őt, és onnan jobban fél, és egyre jobban retteg, és úristen, és aztán tényleg élőben el is kapja ez a lény, és aztán jönnek ezzel a kommentek, hogy kamu, fake news az egész, nem is történt meg, és akkor érzed, hogy igen, ez az, amit átélsz a neten, amikor felkerül valami, tudod, hogy igaz, és az emberek nem akarnak róla tudomást venni, pedig valami nagyon komoly dologról van szó. Szóval igen, ez a buying, ez teljesen benne van, és ez tök jó ez a párhuzam, hogy ezt most így felhoztad. Ebben ennyire nem gondoltam bele. Én meg egyébként pont azt szeretet felejtettem el, amit most mondtam, mert az szerintem egy jó, aztánleg egy jól fölépített erős jelenet, meg pont a komment hullámmal, ami alatta van, az így összehozza ezt a probléma halmazt. Tehát az egy jó rész. Igen. Az tényleg erősre sikerült, igazából tök jó lett volna, ha a film erre épített volna végig az ilyen szituációkra, meg én azt is élveztem volna, ha mondjuk elkezdi ez a csaj összegyűjteni azokat az embereket, akiknek ugyanez a helyzete van, hogy rövid idejük van hátra, nem 60 évek, hanem tényleg kevés idő, és kitalálnak együtt valamit. Tehát, hogy nagyon érdekes lett volna, hogy milyen embereket dobál ki. Egyébként nagyrészt fiatalok voltak, akiknek lejárt az ideje.
Tehát, hogy így a nagyon rövid ideje nem volt köztük idősebb ember, akinek ilyen 1-2 órája lett volna hátra. Pedig valójában ezek az appok nem a fiatalok körében trendik szerintem, hanem a közép... Lehetséges. Amúgy, egyébként... Ez a kis gondolkodás, ez jó volt. Hogy mondd finoman, hogy ne bánts meg senkit? Tényleg én nem látok nagy különbséget az ilyen Facebookos, megmondom, melyik királynő lennél, megmondom a halálod izéját, megmondom, hogy mi lenne a munkád, szóval hogy valójában, szóval, és FBI ügynök, meg ilyenek jönnek. Látom, hát nyilván mindenkinek vannak ilyen ismerősei, akik legalább egy-két ilyet megosztanak. Ha nincs, akkor természetesen én próbálom. Én is, hát figyelj, minden TikTok effektet kipróbálok, ami tetszik, tehát, hogy de más kérdés, hogy posztolom-e. 2019-es a film, ezt ne felejtsük el, kicsit szerintem megváltozott a hozzáállásunk ezekhez a témákhoz azóta, és azért még volt közben egy pandémia is, ami alapban a digitális szokásainkat elég erőteljesen változtatta, szóval azt gondolom, hogy ez még 2019-ben sem volt ilyen értelemben reális, tehát ha most kötekedünk a filmmel, akkor azért tényleg az van, hogy ez nem olyan, hogy 18-20-22 évesek sem egy bulin odaizélek. Te figyelj, nézd meg, meg milyen jó countdown appon van, megmondja, mikor halok meg. Hát az, értesz, hogy az inger küszöbet nem éri el manapság az ilyen, tehát hogy hát minimum az összes influencernek ezt kéne reklámozni a TikTokon ahhoz, hogy ezt tényleg letöltsék annyian, hogy ez egyáltalán elkezdjen virálisan terjedni. Pontosan. De én ezt mondom, hogy ez tök érdekes lett volna, hogyha erre viszik el tovább a filmet, hogy gyűjtögetik ezeket az embereket. És akkor lett volna egy ilyen csapat, a halál csapata. Igen, és akkor lehetne második rész. A halál lesz visszavág. Lesz is második rész. Mert hogy a végén is így zárják le. Hát ez azért nem garancia arra, ez igen, csak ilyen... Igen, bár mintha láttam volna a dátumot, de persze ez mindig nem a garancia, de igen, tehát jövőre, mintha ki lett volna írva egy második rész, de valójában úgy zárták le, igen, hogy lehessen ezt folytatni, ha jól esett a moziban. Hát. De figyelj, valójában mióta a Sikolyt folytatták, azóta tudjuk, hogy bármilyen sztorit folytatni lehet, tehát... Meg előzményt is lehet hozzágyártani. Hát ez bármihez. Tehát, hogy így... Nem gond. Na ehhez például megnéznék egy előzményt, ahogy két őrült témon hívő informatikus megalkotja ezt az appot, és az, hogy ott az utolsó momentuma ennek a filmnek az lesz, hogy az éppen már a démon által összeszadizott kis már csak egy élő informatikusunk így megnyomja így ezen az enter gombot, és a Play Store-ban, és akkor így kezdődött az egész. Nem magától, a démon kényszeríti, hogy megnyomja, ő már el akarta törölni, ő már rájött, hogy mit csináltak. De és nem, a démon rákényszeríti, hogy törst fel a Play Store-ra. Igen, csellel valószínűleg, mert egy kecske megdelejezi. Istenem. Informatikusok a pincében egy ilyen tök jó pentagramma közepén csinálják. Na, mesélj, Dani, hogy van ez nálatok informatikusoknál? Hogy idéztek démonokat? Nagyon egyszerű. Lehet démont idézni egy programmal? Lehet írni egy démon időző? Ikás bútorok nevét mondogatja. Visszafele kétszer, és a Google Play-be rakjuk be, hogy akarom mondani, hogy felolvassa nekünk így a Google Translate. Emmi hangon. így felolvattatod vele. Jaj, zseniális. Nekem ez nagyon tetszik, ez a gondolat, egyébként csináljunk egy előzményt. Csináljunk egy előzményfilmet? Na hát akkor... Nyilván. Ha van a kedves hallgatóknak ötlete, akkor kommentben mindenképp jelezzék, és akkor amikor majd már összejött a valami óriás robotunk, meg valami Ig Nobel-díjas kutatás, meg nem tudom, hogy mi minden van a listán. Remélem, megvan a lista, hogy mik vannak előtte. Talán István írja ezt a listát, vagy István, vagy Áron írja ezt a listát, de hogyha meg lesz ez, akkor az eddigiek, akkor felírjuk ezt ugye végére, hogy akkor mindenképpen csinálunk egy ilyet. A halálodapja előzményt és a rendezőt nem kérjük meg, hogy jöjjön el segíteni. A halálvizsgája nem lesz halálos, vagy mégis? És akkor kérdőjel kijön. Szóval valahogy egyébként ennyire volt komolyan vehető ez a film. Ez volt talán a fő baj vele. Egyszer néhány éve a valami követ, vagy valaki követ volt a film címe, megnéztük egy valami éjszakai vetítésen, gyakorlatilag
gyakorlatilag az egész közönség röhögött, tehát hogy egy, mintha egy vígjátékot néznénk, és el is vette a feelingjét a filmnek, másrészt ő meg hát körülbelül pont ennyi volt a feelingje a filmnek, és elmondom, hogy azért nem, az ennyire sem volt vígjátékszerű, de valahogy ennél is azt érzem, hogy ez arra van, hogy beüljél péntek vagy szombat este egy 23-30-as vetítésre a csajoddal vagy a pasiddal a Pláza moziban, és röhögjetek ott a többiekkel, akik ugyanez a korosztály, és ugyanígy állnak ehhez a filmhez. Igen. Aztán persze mindenki hazamegy, és utána a démon lecsap, mert ugye van egy olyan démon, ami a film megnézése után csap le, de hát arról is egy filmet lehetne csinálni szerintem akkor. Pontosan. Egyébként tökéletesen erre való, de egyébként azt is néztem, hogy ez a démon folyton mindenkit dobálgatott, tehát hogy így valamiért az volt a happy, hogy mindenkit lehajít valahonnan, mintha nem lenne elég erős hozzá. Egyébként a végén lévő megoldás az, hogy hogyan oldják meg a szitút, arról nem akartál beszélni? Hát őszintén, ezt most frankon mondom, nem emlékszem rá. Igazából ugye jól keretbe foglalja a film olyan tekintetben, hogy nagyjából az első 10 percben kiderül, hogy fogják megoldani a problémát, amikor behozzák a szerencsétlen túladagolt, droggal túladagolt lányt, és ugye beadják neki azt a bizonyos szert, ami egyébként működik, és ugye végül is a lány is ezt használja a legvégén, ezt a módszert, hogy drogtúladagolással így megöli magát, hogy ne a húgát vigye el a kis lény, és akkor ott hagyja a kezén a feliratot. És valahogy, nem tudom, hogy, de a húgának eszébe jut, hogy ez mit is jelenthet, tehát így nekem lehet, hogy nem mondott volna semmit. Mi volt odaírva? Magának a szernek a neve. Nem ám az, hogy élesztenek újra. Nem. A naloxonnak volt ott a neve, csak ugye ennek van egy rendes neve, ez a hatóanyag, de azt hiszem, hogy Narcan vagy Narcanti, vagy valami ilyesmi neve van Amerikában ennek a szernek, és az volt bele írva a kezébe. Filmek és sorozatok tucatjaiba cselezik legalább ki így egyszer a halált, hogy megállítjuk a szívedet, és akkor... És visszahozzuk egy másik szerrel, ami egyébként működhet, de mellette újraélesztést is kéne csinálni, meg hasonló dolgokat, meg ez nem ilyen egyszerű. És amúgy amennyit károsodik a szerencsétlennek a szíve, meg az egész teste miatt, az, meg az agya. Nem tudom, hogy miért nem jött vissza egy növényként szegény csaj, tehát hogy az értelmi szintje az egy fikusz szintjén kellett volna állni. Figyelj, láttunk olyat a Lazarus hatás című filmben, amikor bizony a 13-asak Dr. House-ból, hát nem csak egyedül tért vissza a túlvilágról. Ja. És sajnálom is, hogy ez a film nincsen az idei évadba betervezve. Még lehet, hogy varujálgatunk itt, mert az egy jó film. Ja, szóval ez egy érdekes megoldás volt, főleg azt mondom, hogy tényleg lelőtték az elején a poént, hogy na, így fogjuk megoldani ezt a problémát. Mert ugye az elején tényleg a hölgy az majdnem így hal meg, hogy és csajnak valahogy innen jön az ötlet később. Én azt vártam volna, hogy lovak taposnak agyon valakit. Miért pont lovak? Nem tudom. Miért egy tervagon? Jönnek a lovak, és ne! És akkor csak ott a hullája van a végén. Egy ilyen rongybabával meg lehet oldani ott egy messziről, fél totálban. Nagyon furcsa lezárás volt. De jó, hát igen, ez lehetett volna jobb is valóban. Vizsgafilmnek szerintem nem ment volna el. Ez pontosan megfordulmazódott az én fejembe is, mint kifejezés. Tehát, az a 4 perces, amit te megnéztél, az biztos jó volt, amit te mondtál, hogy 4 perc alatt. Főleg egyébként, hogy ez az applikáció megszólal, és így először fölsikít egy nő, aztán egy ilyen röhögő démoni hang, így, tehát hogy ez a hangja az appnak. És senki nem kapcsolja ki az értesítést, vagy legalább a hangot. Senkinek nincs rezgőn, vagy ne zavarj módban a telefonja. Igen. Csajnak munka közben, kórházban dolgozik. És mindig előveszem. Ahogy jön az értesítés, mindig előveszem. Hallod, Miklós, így kéne csinálni. Igen, tehát, hogy így... Mondjuk azért az önmagában morbid, hogy dolgozol a kórházban, és egyszer csak felsikít a telefon. Igen, és ez történik a csajjal, és azt néztem, hogy bemegy egy korterembe, és akkor egy szerencsétlen éppen ott alvó beteg mellett így fölült az applikációja, vagy mi lesz? Ezt csak ő hallja, és mi halljuk. Ezt vártam, de ez igaz, csak aki letöltött. Igen, lehet, hogy a többiek ilyen csing, ezt hallják, hát ki tudja. Srácok, véget ért a mai móka. Pár szóban azért beszéljük át, hogy ebben az évadban azért milyen filmeket tervezünk kibeszélni, mint például a Paranormal Activity, vagy ha már említett Boldog Halálnapot első két vagy egyetlen két része, de aztán jön majd azért az Insidious, meg a Frász Karika,
meg ördögöt űzünk Emily Rose üdvéért is, és hát libabőrösek leszünk, miközben a Cloverfield című filmben menekülünk New Yorkból, Manhattanből kifele, és még más filmeket is beszélünk ki ebben az évben, ebben a műsorban, nagyjából mindig ugyanebben a felállásban, úgyhogy hogy éreztétek magatokat ebben az első műsorban, és most főleg Danit kérdezem, mert Daninek ez az első felvétele velünk. Oh, ezt még, gratulálok! Ezt 2023-ban vesszük fel. Elvettük a Így van, most már nem vagy szűz, Dani, milyen érzés így informatikusnak lenni? Úristen, de kegyetlen vagy! Ez tetszett az érezbe kell, hogy vajon ez jó volt. Hát... most így kicsit már megszeppenve, de így a nevetésről feloldódva, nem tudom, hogy mondjam el. Szerintem kurva jól éreztem magam, sőt nem szerintem ténylegesen. Az, hogy hogyan tudok így becsatlakozni, vagy így nem az, hogy kiváljam meg ilyenek, jó, hát ez... Na, és mi lenne neked, hogy végre abban a műsorban vagy, amire valójában jelentkeztél, és nem minden másban rakott el a főszerkesztővel, hogy ezt is vezesd, azt is vezesd, aztán azt majd, amiben jelentkeztél majd jóval később. Abban is majd esetleg megjelenhetsz egy kicsit. Nem, én nagyon elememben voltam most, ezt nagyon-nagyon élveztem, tehát látszik szerintem, hogy ez az én területem inkább. De majd nyilván igyekszem a másik műsorban is helytállni, bár nem tudom, hogy a sok informatikus mellett, amikor majd jön a számítógépes téma, hogy fogok tudni megszólalni. Ellepnek minket az informatikusok. Igen. Most itt a Parallaxis univerzumban, szóval lehet, hogy ez valami informatikus démonok között, vagy valamilyen. Lehet, hogy ezzel foglalkoznunk kéne ezzel a kérdéssel, de hát erre már csak a következő alkalommal lesz időnk, ugyanis véget ért a műsor, és a Screamcast következő részében pedig a démonok között filmek kibeszélésére vállalkozunk majd. Mindenképpen tartsatok velünk március 18-án megjelenő adásunkban, akkor majd mindenképpen kiderül. Farkas Katalin, Mila, Dankó, Dániel, Tibor és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne szegjétek meg a felhasználási feltételeket. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.